A programunknak az volt a lényege végül is, hogy kicsit szebbé tegyük a környezetünket, és hogy hát a társaságot így összerántsuk. És azáltal, hogy itt rendbe tesszük a környezetünket, talán többen jönnek le, ezáltal azért egészségesebben fognak élni, meg hát azért jobb meccseket is lehet majd rendezni. A továbbiakban ezzel a talprogramdal még azt szeretnénk csinálni, hogy szervezni egy ilyen második pécsi grundkupát, aztán akár a nyáron egy grundbajnokságot így összerántanánk, de heti egy-két meccsel, de mindez még tervezés alatt és az igények felmérése mellett még zajlik a dolog. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the home between voice and drum. Szeretnék köszönetet mondani az egész csapatnak, meg mindenki, aki ebben részt vett. Nagyon nagy köszönet támogatóknak egyaránt, és nagyon büszke vagyok itt mindenkire, hogy ezt így meg tudtuk szervezni, és végül is felújítottuk a grundot. Úgyhogy köszönöm mindenkinek. Maga a program szervezése két hetet vett igénybe. Először is magunk között megbeszéltük, hogy ki tudná ebben részt venni, mint civilek, és milyen munkát tudnának végezni. A második héten, akivel csak lehetett, fölvettük a kapcsolatot a médiával, mind helyi, mind országos szinten, rengeteg újságíróval, sportszervezetekkel. A Talpra Grunddal az lenne a célunk, hogy elsősorban felhívjuk a fiatalok figyelmét erre a grundfoci lehetőségére is, hogy számukra ne csak a tévé és a számítógép létezzen, hanem ezt a lehetőséget is választhatják.